A nyolcaddöntő első mérkőzéséhez hasonlóan a kisvárdai csapatban a bajnokságban kevesebbet játszó futballisták jutottak szóhoz. A két gólos ferencvárosi előny tudatában a vendégeknek nem kellett sietniük, a hazaiaknak viszont gólokat kellett volna szerezni a továbbjutáshoz. Az első gólt azonban a Fradi lőtte, a 33. percben az argentin Goriarán 50 méterről lepte meg a kapujából kint álló Minkát. Ezzel gyakorlatilag eldőlt a továbbjutás, de a kisvárda nem adta fel. A 69. percben 11-eshez jutott a házigazda, amit Grozav értékesített. A folytatásban is adódtak még lehetőségek a kisvárda előtt, de több gól már nem született, így döntetlennel is Fradi továbbjutással ért véget a találkozó. Az első fél időben is volt egy 10-15 percünk, amikor jól futballoztunk, de ott el kell ismerni, hogy a Ferencváros irányította a játékot. Viszont azt is el kell mondani, hogy egy gyönyörű, váratlan góllal megszerezte a vezetést a Ferencváros. Nem igazán volt helyzete neki se, nekünk sem sok, tehát igazából nagyon mezőnyjáték folyt. A második fél időben úgy gondolom, hogy feljavultunk, kerestük a lehetőséget, hogyan tudunk egyenlíteni, voltak lehetőségeink, és sikerült is. És úgy érzem, hogy a későbbiekben is az egy-egyen nem elégettünk meg, mentünk a győzelemért. Itt azt kell mondanom, hogy a játékosaink, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak a majdnoki mérkőzésen, nagyon sokan bizonyították, hogy lehet rájuk számítani. A kisvárda szombaton bajnoki mérkőzésen a MOL Vidi FC otthonában lép pályára. Az NB1 23. fordulójának további párosítása a következő: Puskás Akadémia Debrecen, Újpest MTK Budapest, Budapest Honvéd Szombathely, Mezőkövest Paks és Ferencváros Diósgyőr.